lehet próbálni mind a kettőt. Használt autót tervez vásárolni ez a hölgy egy nyíregyházi kereskedésben. Nem ő az egyetlen, aki nem új személygépkocsit választ magának, egyre többen döntenek régebbi gépjármű vásárlása mellett. Ezt mutatja az is, hogy idén kifejezetten jól teljesít a hazai használt autópiac. Bár az év nem indult túl jól, és némi visszaesés volt tapasztalható, a második negyed év a szokásos, szezonális erősödésnél is nagyobb forgalomnövekedést hozott. Így rekordmennyiségű, mintegy 175 ezer használt autó adásvételét bonyolították le Magyarországon a második negyed évben, szemben az előző negyedévi 158 ezerrel. Ez nyilván köszönhető az, hogy 2012 óta azért a magyar gazdaság folyamatosan nő, egy 3-3,5%-os átlagos növekedés tapasztalható, lent vannak a kamatok, olcsóbbak lettek a hitelek, és a devizahitelek gyakorlatilag már kivezetődtek a piacról, ezért sokan megszabadultak a régi rossz feltételű devizahitelek hiteleiktől. De nem csak a használt autópiac pörög, az új gépjárművek is egyre kelendőbbek. 2009 volt az a legalacsonyabb darabszám, akkor 40 ezer új autót adtak el, helyeztek forgalma Magyarországon. Ez tavaly már egy 80 ezres darabszámban összegződött, és idén 100 ezer körüli darabszám most új autópiac várható. Ez persze még nem közelíti meg a 2008 előtti 180-190 ezeres darabszámot, úgy gondolom, hogy az nem is fog visszatérni, de a 100 ezer feletti darabszámban stabilizálódik az új autópiac, azt gondolom, hogy egy egészséges arány. A 100 ezeres darabszám pedig nincs messze. Magyarországon 8912 új személygépkocsit regisztráltak augusztusban, 24,2%-kal többet, mint egy évvel korábban. Az első 8 hónapban eladott új autók száma pedig 19,3%-kal 73.053-ra emelkedett Magyarországon.